Zalaegerszeg önkormányzata megalkotta és hat évvel ezelőtt elfogadta a településkép védelméről szóló rendeletet. A város építészeti örökségét, valamint természeti értékeit az arculati kézikönyvben dokumentálták. Az elmúlt időszakban azonban számos beruházás és átalakítás történt. Mi, akik régről is ismerjük a várost, ami bizony eléggé kopott és szürke volt, most örömmel látjuk hogy megújul a belváros elsősorban, a műemlékek, de a helyi védett épületek is, egyes közterek, utcák, úgyhogy egy nagyon soha nem látott szépségű város lehet előttünk, azzal együtt, hogy nagyon oda kell figyelni, mert, mert veszteségek is érhetik a régi egerszegieket. Egyik példaként a Rózsák régi nevén a Kálvária teret említette, ahol a rekonstrukciót idén fejezték be. Nagyon szép, jó minőségben újult fel, rendkívül látványos lett. Ugyanakkor maga a tér a korábbi természetes park közeli állapothoz képest inkább egy közlekedésre szolgáló térként funkcionál. Az Alai Vármegyeszék helykevés műemlékkel rendelkezik, ugyanakkor az utcák, a terek és az építmények hangulatos összképet mutatnak egy nagyon szép karakteres város volt, és ami tulajdonképpen megmaradt belőle, az mi mindig jellegzetesen egerszegi. És ezek az épületek közül nagyon sok az utóbbi években nagyon szépen megújult. Viszont ami nekem nagyon nem tetszik, az az, hogy sokszor nincsenek figyelemmel arra, hogy ezek az új épületek, amiket beillesztenek ebbe a hagyományos közegbe, azok hogyan simulnak ezekhez. Mint fogalmazott, az utolsó pillanatban vagyunk, hogy az építészeti értékeket megőrizzük az utókornak, ebben pedig a városvédőknek is fontos szerepük van.